A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara első mandátuma a végéhez közeledik. November 3-án mintegy 370 ezer választásra jogosult gazda járulhat az urnák elé. Lázár János, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, a magyar kormány számára az Agrárkamara nem csak stratégiai partner, hanem egy olyan ágazatot képvisel, amellyel hazánknak tervei vannak. Hozzátette, a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése az agrárium GDP-ből, azaz a bruttó hazai termékből származó részesedésének növelése, valamint az ország önellátásra való berendezkedése. Úgy gondoljuk, hogy a magyar mezőgazdaság a jelenleginél is több család eltartására képes. Magyarország húzó ágazata lehet a magyar mezőgazdaság a hagyományai és a teljesítménye alapján, és jelentősen hozzájárulhat az ország versenyképességéhez. Mint ismeretes, ma a világban az élelmiszer előállítás és az élelmiszer fogyasztás az egyrészt népegészségügyi kérdés, másrésztről nagyon sok országban biztonsági kérdés is, hiszen nagyon lényeges, hogy mit tesznek az emberek, milyen minőségű élelmiszereket állítanak elő, mit fogyasztanak a választópolgárok. Ez nagyon fontos az egészségi állapotuk, az egészségük és a munkaképes életkor meghosszabbítása szempontjából. Lázár János utalva a közelgő kamarai választásokra kiemelte, a MAGOSZ a legjobb szövetséges ahhoz, hogy Magyarországon a kis és közepes gazdaságokat erősíteni tudják a nagybirtokosokkal szemben. Az együttműködés fontosságáról Jakab István, a szervezet elnöke tájékoztatta a sajtóképviselőit. Ahhoz, hogy a vidék megtartó képessége erősödjön, ahhoz, hogy a kormány agrár- és vidékpolitikai céljai teljesüljenek, ahhoz nem elegendő a döntéseket meghozni, nem elegendő a forrásokat biztosítani, akár hazai, akár Európai Uniós forrás, ahhoz egy olyan rendszer kell, egy olyan hálózat kell, egy olyan struktúra, ahol az legkisebb gazdától a legnagyobb társaságig mindenkit elérünk, mindenki számára azonos feltételek mellett szolgáltatni tudunk. Nos, a kamara úgy alakult, a jelenlegi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azért lett ilyen struktúrában kialakítva, hogy valóban az érdemi segítséget, támogatást a gazdaság szereplői számára megadják. A sajtótájékoztatón Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád megyei szervezetének jelenlegi elnöke bejelentette, hogy bár a választások után leköszönt tisztségéről, továbbra is segíti a kamara munkáját. Helyére a MAGOSZ elnöksége Szél Istvánt, Székutas polgármesterét, a Hódmezővásárhelyi gazdakör vezetőjét fogja javasolni. Polgármesterként az elmúlt 7 évben a kormány sikeres vidékfejlesztési politikáját próbáltam megvalósítani, és próbálom megvalósítani mind a mai napig Székutason, mert a vidék megerősítése nem történhet, gazdák megsegítése és a gazdák megerősítése nélkül. Erre próbálkozom majd az elkövetkező években majd vállalkozni, és szeretnék minden gazdának majd segítséget nyújtani. November 3-án tehát a választásra jogosult gazdák Csongrád megyében 15 helyszínen adhatják le voksukat, és nyilváníthatják ki véleményüket az Agrárkamara eddigi munkájával kapcsolatosan.